Gyerekzsivajjal telt meg a tolnai Altaripa szabadidőpark, ugyanis a Szent Ágota gyermekvédelmi szolgáltató nevelőszülői hálózata nyár búcsúztató napot szervezett a vármegyében élő családok részére. A rendezvény egyik célja az volt, hogy a nevelő családok egy napra kiszakadjanak a mindennapok feladataiból, és jól érezzék magukat egymás és a gondoskodásukban élő gyerekek társaságában. 11 éve élek nevelőszülőknél. Nagyon szeretek igazából itt lenni. Rengeteg helyre elvittek már. Balaton szinte körbejártuk. Imádom, ott van egy nyaralónk. Oda nagyon szeretek minden évben felmenni. Igazából imádok, olyan, mintha tényleg ők lennének a családom. Náluk jobb embert nem ismerek még a földön. Igazából már én is gondolkoztam benne, hogy lehet, hogy folytatom. Én is szeretnék. De ezen még gondolkozok, de nagyon megtetszett igazából. Szeretném másnak is továbbadni azt, hogy tudok segíteni. Az eseményen voltak olyanok is, akik nemrég csatlakoztak az Ágota közösséghez. Benedek Iva azt mondja, március óta nevelőszülő. Szeretem a gyerekeket nagyon, van 3 gyere, saját gyerekem is, és úgy gondoltam, hogy szeretnék segíteni a gyerekeken. Jó. Én szeretem. Nehéz, kihívásokkal teli, de nagyon jó. Évközben egyébként rendszeresen szerveznek az összetartozás élményét erősítő eseményeket is. Nagyon sok programmal készültünk a gyermekeink fiatalok számára. Közel 200 gyermeket, nevelőszülőt, családtagot várunk a mai napra. Játékvár, habparti, arcfestés, csillámtetkó, tánc, és nagyon sok olyan program van, ami reméljük, hogy kedvelt elfogadtságot fog jelenteni a számukra. Azt mondtam, hogy már hagyomány. A legfontosabb célja az, hogy a nevelőszülők, a gyerekek találkozzanak egymással, hiszen a mindennapok során erre kevés alkalom van, hogy ilyen nagy számban és teljes körűen megismerhessék egymást, ismerkednek, beszélgetnek, mondják el egymásnak a örömeiket, kihívásaikat, osszák meg a dolgaikat, és ugyanígy a gyermekek is, és természetesen hát egy kellemes együttlétet is szeretnénk nekik biztosítani, hiszen nagyon fontos az, hogy az a nemes hivatás azért feladatot jelent a mindennapokban, és ez is egy olyan alkalom, hogy kicsit kapcsolódhatnak, pihenhetnek, rekreálódnak, és új erővel indíthatják a holnapot meg a holnap után. Tolna vármegye a nevelőszülők számát tekintve szerencsés helyzetben van, mondja a területi igazgató. Azonban a rendezvény nem titkolt célja az volt továbbá, hogy a hivatást népszerűsítse. A nevelőszülők egy része koruknál fogva egészségállapotuk miatt néhányan abbaadják a tevékenységet, hivatást, és helyettük pótolni kell azt az űrt, hiszen nagyon sok gyermek vár arra, hogy családban nevelkedhessen. Ezért nagyon szeretnénk, hogyha minél többen érdeklődnének a hivatás iránt, jelentkeznének, nevelőszülőnek. Mai napon is várjuk azokat, akik érdeklődnek, és bárki, aki úgy gondolja, hogy segíteni szeretne gyermekeken, annak az információt megadjuk mindenféle csatornán, megtalálhatók vagyunk. Úgy fogalmazom, hogy kihívásokkal teli, de vannak neki nagyon szép pillanatai és nagyon szép dolgai is. Megkérdeztük a nevelőszülőket, hogy ha meg kellene fogalmazni, hogy miért szeret nevelőszülőnek lenni, mi okozott a legnagyobb örömet, akkor csak egyet-kettőt kiemelve azt mondták, hogy amikor a gyermek elvégzi az iskolát, vagy szakmát szerezne, talán diplomát, azt személyes sikernek élik meg. Vagy amikor a náluk nevelkedő fiatal felnőttként önálló életet kezdett, családot alapított, és tartja a kapcsolatot a családdal, és visszatér a gyermekeibe, és nagymamaként, nagymamai szerepbe kerül a nevelőszülő, azok csodálatos pillanatok. Emellett a szervezet nem engedi el a nevelőszülők kezét. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a Szent Ágota gyermekvédelmi közösségben lévő nevelőszülők azt érezzék, hogy bármilyen probléma, gond, kérdés merül fel a családba, van, akihez fordulhatnak. Nyilván az első számú segítő a nevelőszülői tanácsadó, de pszichológus hálózatunk van, gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok szakmai tudásukkal tudják ezeket a kérdéseket kezelni, és természetesen a szakmai stáb is ott áll mögött a nevelőszülő, ne érezze azt, hogy egyedül van bármilyen gonddal. És hát nyilván ezek az alkalmak pedig azt szolgálják, hogy segítsük a újjászületést, a felfrissülést ilyen alkalmakkor.